Atenor az egyik legnagyobb ingatlan fejlesztő. Innovatív A+ kategóriás, zöld környezetben lévő épületei vonzák a bérlőket. A 8. kerületi Arena Business Campus első és a 13. kerületi Váci Greens Iroda Komplexum utolsó két épülete 2020-ban kerül átadásra. Az Atenor irodaházai a legmodernebbek és legzöldebbek. Műsorunkat a home office megoldásokat segítő digitális távmunka csomag forgalmazója, a HRP Europe Kft. Támogatta. fortinet.hrp.hu. Ez a lakásvásárlatos csatornán szeretettel köszöntöm Önöket. Ez egy ingatlan műsor, mint ahogy megszokhatták már, de talán ahhoz is hozzászokhattak egy ideje, hogy fel a fejjel rovatunkban építészetről is beszélgetünk, hiszen építészek nélkül és építők nélkül nincs ingatlan piac sem, természetesen sincsenek ingatlanok. Néha egy-egy portré beszélgetésre is sort kerítünk. Én nagyon kedvelem ezeket, megmondom őszintén, és nagy örömmel mutatunk be olyan építészeket, akik hát művészek részben ugye természetesen, de hát nagyon fontos matematikai képleteket is megoldanak, és talán mintha nem lenne igazából az építészet a helyén úgy elismerve, és az építészek sem annyira ismertek, mint mondjuk más művészeti ágakat képviselők. Úgyhogy ezért látok vendégül a műsorban olykor építészeket, és egy picit beszélgetünk nem csak az építészetről, hanem talán róluk is. Úgyhogy mai adásunkban Nagy Csabát üdvözlöm szeretettel. Szervusz Csaba! Szervusz, és én is üdvözlök mindenkit. Róla érdemes azt tudni mindenek előtt, de hát ugye nem a díjak minősítik az embereket, ha azért mondjuk, hogy Ibül és Prima Primissima díjas építészről beszélünk, és hát azért nem ma kezdted a szakmát. Mikor is? Hát én, amire így visszaemlékszem, az a rendszerváltásnak a pillanata volt. Engem az épp úgy ért, hogy ugye után Bécsbe is jártam röviden a képző művészetire, és pont akkor ért a rendszerváltás. Mielőtt beérünk a beszélgetésbe, azért néhány ikonikusabb épületedről ejtsünk néhány szót, csak hogy ugye elhelyezhessük, hogy a nézőink is tudhassák azt, hogy te miket alkottál. A legfrissebbek, és ugye te számtalan díjat kaptál, nem csak ilyen típusú díjat, hanem a műveidre konkrétan, vagy részt vettél olyan alkotásokban, amelyek díjat kaptak, mondjuk akár a Fiaci, akár nemzetközi, akár magyar tagozatának a szervezésében. Ugye éppen nemrégiben ezt közvetítettük mi is, decemberben vehetted át, 3 díjat is kaptál. Ugye egyrészt a Párizsi udvar, amely egy 5 csillagos szálloda a Budapest szívében, csodás épület, de beszélünk erről majd. Részt vett a Pest Erzsébeti strand és fürdőnek a átépítésében, ami romos volt, és hát Indiában is ugye egy olyan szolár épületet építettetek, ami egészen egyedülálló. Ez az apropója a beszélgetésünknek valahol, de hát te számtalan olyan épületet jegyzel, amelyek Budapestet járva, de főleg Budapestet, erről majd beszélünk kicsit később, miért éppen csak Budapest, és miért éppen 13. kerület. De idítsuk onnan a beszélgetést, amivel elkezdted, hogy ugye te a rendszerváltáskor indultál az építészeti pályán. Hogyan lettél építész? És miért éppen ez? Családi hagyományok, vagy egészen más? Nem, mert akkor éppen azon morfodíroztam előtte, hogy orvos vagy építész. Ugye a legtöbb ember, akinek a családjában mondjuk nincs is ilyen szakma, amit később válasz, ez fogalma sincs, hogy az mivel fog járni. Tehát ez nekem is úgy kezdődik, másnak, hogy ott épített valamit, meg rajzolgatott, meg makettozgatott, és akkor azt gondolták a szülők, hogy ez biztos építész lesz. Tehát volt kézügyességed. De hát igazából nem ez kell egy építész szakmához, különösen nekünk is egy háznál mondhatod, hogy én, de ez nem én, hanem ez mindig egy csapat. Ugye a csapat az eleve egy iroda általában. Tehát, hogy nem úgy zajlik egy tervezés, hogy ott ülsz valahol hátul, vagy legtöbbször az ilyen nagyobb épületeknél, mert egy csapatot kell irányítani,
koncepcionálni. Azt mondják róla egyébként a szaktársait, hogy remekül építesz csapatot, remek embereket válogatsz magad mellé, ha már a csapatot hoztad. Igen, hát ezen múlik tulajdonképpen, szerintem minden. Tehát most hiába egy fociban nem tudom én egy edző, tehát azért az csapat ki tud hozni egy rosszabb csapatból is esetleg többet, de azért az nyer mindig, ahol a csapat is jó. Jó, de az edző neve eladhatja a csapatot, tehát itt a te neved eladja a csapatot is, nem? De nagyon nem mindegy, hogy milyen. Mondjuk nem, ez nagyon-nagyon nem kérdés az a csapatváltás, tehát azért ennél én konzervatívabb vagyok, mint az edzők meg a csapatok váltogatják egymást, meg a szakma is olyan, hogy azért kicsi a fluktuáció. Tehát egy olyan csapatban is, mint a miénk, az évente egy-két fő, aki különböző okok miatt változik, meg nyilván egy növekedési ütemben is vagyunk, tehát hogy nagyon nem az van, hogy tudnál innen-onnan igazolni. Mi szerint? Bocsad, mondjad? Nem, csak annyi, hogy egyébként változások vannak, tehát nyilván, amikor az ember elkezd egy irodát, és még kicsi, egyen-ketten összeállnak, akkor azt hiszed, hogy azt az öt embert fogod te nézni most 30 éven keresztül, de hogy akinek nagyobb kifutása van, ott már nem azt az öt embert nézett, hanem egy olyan irodában is mindamilyen, körülbelül 50-60 emberrel dolgoztunk házon belül is együtt, és most vagyunk körülbelül 30-an. Mi szerint válogatsz? És mi a kor összetétele? Nekünk az egyik szempontrendszer az pont, amivel kezdett, hogy az építészet igazából, hogy mérnök meg művész, hát attól függ. Tehát, hogyha a művészek társaságába kerülök, akkor én vagyok mindig a mérnökökhöz képest meg a művész. És azért az egész irodánk ugyanígy van összerakva, tehát, hogy legyen belőle mindenki. Tehát már focinál voltunk benne, azt te értesz, nem én, de amennyire látom, tehát azért ott is az van, hogy ki lehet azt választani, hogy ki a kapustípus, hátvéd, középpályás, meg csatár. Tehát ugyanez van egy ilyen tervezői pályán is. Tehát hogy meg kell tudni állapítani egy csapatépítésnél, hogy mi az, ez kompetencia térképnek hívják egy irodán belül, hogy kik kellenek ahhoz, tehát hogy mennyi mérnöki kvalitás, mennyi menedzseri kvalitás, vagy mennyi mondjuk művészi kvalitás. És ezek szerint kell tudni összerakni egy csapatot, hogy mindenki legyen benne. Ebben lehet mi van túlsúlyban? Vagy egyenlő a kettő, a művészet és a... Én alapvetően, tehát hogy saját magam az kreatív, tehát hogyha valahova be kell sorolni, akkor alapvetően kreatív, és nagyon-nagyon attól függettel a környezettől. Tehát most is dolgozunk olyan projekten, ahol kifejezetten művészebb típus emberekkel kell együtt lenni. Ilyenkor mindig el kell tudni magyarázni, hogy mi a gépészet, a lámpák, a fények, az akusztika, meg minden. Számukra, a művész számára gondolom ez a nehezebb része. Nem is gondol arra, hogy van egy csomószor, hanem hogy valamilyen víziókat kerget, és nekünk kell lehúzni a földre. Aha. Ugyan a másik része, amikor valaki, nem tudom, befektetőként áll hozzá, vagy nagyon mérnökként, az meg nem érdi, hogy mit lehet ezen ennyit molyolni, vagy miért, vagy milyen egyéb más szempontrendszerek vannak. Benned melyik az erősebb a művészi hajlam? Vagy inkább a racionális? Hú, ez nehéz így nagyon külön szedni. Én azt látom, hogy ami ehhez kell, leginkább az energia kell hozzá. Tehát, hogy energia nélkül ez, meg víziók nélkül ez nem működik. A vízió az mit jelent nálad? Tehát meg az egy épületed, vagy általában van egy víziód, és mindent erre húzol rá. Ugye a színészeknél mondják azt, hogy egy szerepet magára formál, vagy belebújik egy szerepbe. Nekem van egy állandóan fejlődő vízióm, ami egyébként épülettől tökéletesen független. Na, ez meg lehet ezt fogalmazni? És ez egyébként ebben az a kellemetlen, hogy ez mindig változik. Tehát az attól függ, hogy mi az a közeg, amiben élünk, és valahogy ugyanazt próbálom leképezni épületre, meg városi kontextusra, amiben gondolkozunk. Itt a társadalmi közegre gondolsz, vagy pedig az életterünkre? Szerintem mind a kettőre. Tehát a társadalmi közeg alatt értem azt is, hogy mindig van egy világszellem, amiben benne vagyunk, vagy egy korszellem. Annak nyilván van egy magyar vonatkozása is, és hogy ezek mindig hatással vannak rá. Tehát, hogy más csinálnék ugyanazzal a házzal 10 évvel ezelőtt, 20 évvel ezelőtt, 30 évvel ezelőtt, vagy most. Ez nem politika függő, ugye? Tehát ez a fajta vízió nem függ a politikától. Hát ugye inkább... abban, amiben élünk, annak mindig vannak politikai vetületei, vannak építőipari vetületei, vannak gazdasági vetületei, tehát ezt én nagyon komplexen értem alatta. Tehát mindennek mindenre van hatása, és akkor amit így szerintem talán ez inkább ez a művészibb része, hogy rá kell tudni érezni egy korszellem lehet, tehát hogy benne kell tudni élni abban a közegben, amiben vagyunk,
és akkor azt visszaképezni épületre. Pályatársaitól pont ezt hallom egyébként, hogy a modern építészetnek vagy a híve, és ezt remekül műveled. Tehát az éppen aktuális művészetet, vagy azt az irányzatot, ezt remekül műveled. Így van? Hát most ugye a modern, most egy kedvenc projektem is van, amit éppen csinálunk, ez a modern épületeknek az újra töltve, vagy valami jó, lehet, hogy még jobb szót érdemes rá kitalálni. Ez tulajdonképpen az, hogy vannak olyan, ugye nagyon-nagyon szét lehet választani kétfajta periódusát az építészetnek, az az úgynevezett történeti. Tehát ami épületeket is felsoroltál, a Pázsiudaltól kezdően, ezek mind történeti épületek. Kvázi műemlékek. Műemlékek is, de történeti jellegű épületek. Tehát az egész gondolkozásmód az egy ilyen historikus, historikus épület volt. Voltak, amikor ezeket, tehát ezt a közember szereti ezeket az épületeket, mindegyik szép, díszes, vagy akár a Budai Vigadó, amivel foglalkoztunk, vagy András úti palotáknak a sora, vagy Szabadságtéri ház. Hát ezek mind, a városnak. Ezek ékei. Tehát egyébként Budapestnek ugye ez egy nagyon, nagyon olyan város, aminek az egész város karaktere, ez a századfordulós. És ugye ez egyfajta... Mert a múlt századforduló. Igen, ez a múlt századforduló, és ez, amire tulajdonképpen tehát a műemlék kategóriába a köznyelv leginkább ezeket az épületeteket érti. Ugye nagyon régiből kevés van, az újabbakat meg nem sorolják ebbe a kategóriába, de az építészek számára legalább ilyen fontosak ezek a modern házak. Ugye amikor egy ilyen várostól teljesen elfordulva egy új filozófia jött be, ugye ezt ismerjük a Corbusiertől kezdő, de amikor nagyon fontos egy városban, és az az élhetőség, hogy bejön a fény, hogy el vannak választva a funkciók egymástól esetleg, amik zavarják, és akkor megindult egy ilyen teljesen más gondolkodásmód, amikor a funkciót tükrözte kívülről meg az építő és az épületeket. Na most ezeket az épületeket jóval kevésbé védték le, és jóval kevésbé ugrik be valakinek is az, hogy ez műemlék, pedig ugyanúgy egy történetnek a része. Mondja egy-két ilyen épületet. És most pont ezek között. Tehát amivel mi így foglalkozunk, egyébként három épületet kezdtük el. Az egyik az ilyen, az a Gomba, például a Körtéren. Tehát az ikonikus. Ikonikus épület. Igen. És egy modern épület, egy funkciós, egy közlekedési létesítmény. Ugye ebben aztán későbbieket is be lehet sorolni, tehát szerintem a déli pályaudvar is ilyen, vagy pedig nem is régi a déli pályaudvar ráadásul. És nem is régi. Tehát, ugye ez, de hasonló gondolkodás, ez a háború előtt megindult már, és ugye aztán végig tartotta az 50, 60, 70, 80-as évekig, körülbelül ugyanez vitte végig. Aztán egy másik, amit pedig mi csináltuk, ez a Láng művelődési központ volt. Ez a 13. kelet. A 13. kelet. Ugye az is egy olyan épület, ami még ugyanúgy maradt ránk, még a tervezőjét is ismertük, és egy abszolút modern épület az összes gondolkodás módjába. És ugye ezekhez még nehezebb hozzányúlni, mint egy történeti épülethez. Újat építeni pedig talán még izgalmasabb, vagy még nehezebb, inkább azt mondom, mert hozzád, meg hozzátok fűződik ugye a százlakásos passzív bérház, igen, szintén igen. A 13. Hát ugye akkor nem, Magyarországon az első ilyen épület. Így van, amikor nem nagyon van mihez nyúlni, ugye az épületek között a történeti épületnél is, meg ugye az újabbakhoz van valami, amihez képest viszonyulni kell. Egy új, amikor nincs ott semmi. Tehát az, akkor is meg kell születni egy gondolatnak ott, hogy mi a feladat. Mi volt? Igen. Hát a passzív háznál ott pont ez, hogy ha már viszont van egy ilyen nagyon erős vízió, hogy olyan épületet kell csinálni, ugye, ahol nagyon-nagyon kicsi az energiafogyasztása. Mm. És a szoláris hőnyereség meg fontos. Hogy mi következik ebben? Egy olyan épületet kell csinálni, amelyiknek a lakásai minél inkább ne éjszakra nézzenek, hanem olyan, ahonnan jön be a fény. Kettes az, hogy minél inkább kompakt kubusokból álljon, tehát hogy a térfogata a háznak meg a felülete az jó arányban legyen egymáshoz. Ehhez jön még az, hogy milyen az a környező beépítés, hogy hova lehet építeni egyáltalán. És akkor ezek az alapképletekből születik aztán egy ház. Sokan ismerik ezt a passzív bérházat, mi is mutattuk sokszor, hogy jön a külalak. Tehát ugye ez a művészeti része talán. Miközben nem egy hivalkodó épület.
Hát ennek is megvolt a racionalitása, tehát az egyik, amit hogy át akartuk formálni, itt most már mérnöki rész jön, vagy nem tudom, történeti rész, hogy ez a függő folyosó. Igen. Tehát, hogy valahol ez így egy erős budapesti hagyomány a függő folyosó, és itt azon gondolkoztunk, hogy hogy lehet ezt átformálni egy kicsit izgalmasabban. Uh-huh. És ott jött be az, hogy akkor függő folyosónál mi a baj? Hát, hogyha elmegyünk az ablakok előtt, és akkor csináljunk olyan függő folyosót, ami el van húzva az épülettől. Nem közvetlen az ablak előtt megyünk el, hanem messzebb. És akkor ez így megindítja már a gondolkozásmódot, és akkor így születik egy ház. Aha, tehát abból indulták ki, Budapest egyik fő jellemző a belvárosnak, ugye, igen. A függő folyosó, de a belső függő folyosó. Igen. És ezt kinyitottad gyakorlatilag. Igen, nagyjából ez volt az épületnek a képlete. Ez sokat gondolkod, hogy hogy születik ez meg? Van olyan helyzet, kell hozzá valami zenét hallgat, színházba jársz, vagy ez hogy születik? Nekem meg? Úgy szokott, hogy teljesen független. Tehát, hogy járkálok, akárhol vagyok, nem tudom, hogy mozgás közben is, vagy jár az agyam mindig, ami probléma foglalkoztat. És néha ez összekapcsolik egy háza, néha az van, hogy van egy gondolkodásmód, de a ház az sokkal később jön be. Uh-huh. Vagy van olyan, ez a Szabadság térnek a teteje, volt műemlék, ahol egyszer csak becsöppentünk abból, hogy nem tudta az elődünk megoldani a feladatot, ami abból állt, hogy a műemlék azt szerette volna, hogy egy pala tető van a ház tetején, ahogy régen volt, uh-huh. A befektető meg, hogy bentről kilássunk egy nagy üvegablakon keresztül, és ezt valahogy meg kellett oldani, az előző kolléga az ilyen csíkosat csinált, hogy hol látunk ki, hol nem, és mondta, hogy ez így valahogy így nem stimmelt. És akkor még ma emlékszem, és akkor van egy ilyen délután, tehát valamit ki kell találni, holnap megyünk, valamit ki kell találni. És akkor ilyenkor ilyen stresszesebb helyzetben, akkor egyszer csak jön egy ötlet, hogy legyen az, hogy van mondjuk egy palával az egész ház fedve, és ezeket a palalemellákat ki lehet nyitni, és onnantól kezdve bentről kilátok, ha akarom kintről meg rá tudom csukni. Tehát sok épületnél van ez, hogy van egy ilyen pillanat, amikor valamit muszáj megoldani. Én nem vagyok mérnök, közgazdászként nézem és élem az életemet alapvetően, de hát nyilván vonzódom ehhez a szakmához is. Számomra óriási dolog és megtiszteltetés lett volna, ha építész tervező lettem volna, hogy a Párizsi udvarhoz hozzányúlhatok. Ezzel te hogy viszonyulsz el, és mire gondoltál, amikor megbíztak a feladattal? Hát ugye nagy verseny volt. A Párizsi udvar él, az pont egy ilyen válság időszakban volt, amikor 20 iroda küzdött meg a feladatért. Vagyis kevés volt a munka. És nekünk az pont úgy volt, hogy akkor már több ilyen referenciánk volt a régi épületből. Ugye a régi épületekben is azért mentünk bele, mert eleinte nem voltak ilyen historikus épületek, csak elkezdett az érdekelni, hogy önmagában egy házat csak rekonstruálok, az egy kicsit unalmas feladat. Hát meg az a régi képeket, és akkor utána helyreállítom. És ezért valahogy megpróbáltunk ebben a közegben, hogy lehetne itt is valamilyen kreatívat csinálni, és ebből az első volt ez a Szabadságtéri irodaház, amit meséltem, és ez végül is jól sikerült. Aztán kaptunk még egyet, meg még egyet, és a végén összegyűlt annyi mennyiségű referenciánk, amivel már aztán úgy érezték, hogy meg volt egy sikeres szálloda is akkor már az Andrássy úton, hogy a tulajdonosok úgy érezték, hogy ezt a kérdést mi fogjuk tudni számukra legjobban megoldani. És itt is egy három, és a versenyeztetés része volt az, hogy le kellett egy víziót is fölvázolni rá. Na ez mi volt? És erre volt akkor is talán 2 hét. És múltkor megnéztem, és az volt a döbbenetes, hogy ez a vízió, amit 2 hét alatt leraktunk, végén az épült meg. És ez meglepett? Hát az lepett meg igazából, hogy ennek egy ilyen fő koncepció az általában nem több. Tehát, hogyha stressz helyzetben vagy, mert megint konkurenciához képest valamit mutatni kell, akkor jönnek olyan ötletek elő. És ugye minden ilyen kettőről szól ez a, én úgy szoktam fogalmazni, hogy a matek megszerelem. És ugye itt a szellem az eleve adott volt, mert ha jól csináljuk meg azokat a tereket, meg épületet kívülről, ami önmagában gyönyörű, akkor a szerelem adott. Hát egy ilyen épületben csak szerelmesnek lehet lenni, nem? Így van. Tehát ez, ott a matekot kellett meghozni. Tehát, hogy nekünk meg kellett tudni oldani ebben a tanulmányban azt, hogy kijön az a minimális szobaszám, amivel ez üzemelni tud. Mi volt a vízió itt? A szerelem tárgyát tudjuk, de hogy jutottatok el egymáshoz? Igazából a szerelem ez a vágy is volt, tehát még mindig emlékszem, hogy az volt az egészben a vonatban a lényeg, hogy egy olyan épületet csináljunk, aki egyszer ott már lakott,
az vissza akarjon még egyszer jönni. Tehát, hogy ezt ne bírja elhagyni. Ez a szoba belsőkre is vonatkozik nyilvánvalóan, de meg a külső, meg a millió. Szerintem az, hogy melyik terekben mit tudunk elképzelni. Egyébként teljesen szabad volt, tehát hogy semmit nem mondtak. Tehát bármihez hozzányúlhattatok. Hát ugye a műemléki értékeken belül, de hogy a háznak, ugye mindenki, sok műemlékháznál van az, mikor készül, akkor megkérdezik, hogy mit csináltatok ti. És az ember elmondja, hogy mit is csináltunk olyan, mint régen, csak hogy korábban lakások voltak benne, most meg szállodai szobák vannak benne, itt most nem tudom, úszómedence van, ahol korábban meg nem tudom, iroda volt. Mert itt konkrét erről van szó. Igen, tehát hogy semmi se pont olyan, mint régen volt. Annyiban hasonlít rá, hogy a passzázs, a passzázsról nyíltak a üzletek az első két szinten, de a felsőbb részeken, ott ugye van, ahol iroda volt, van, ahol lakások voltak, meg a legfőső műtermek, és ebbe egy teljesen más funkciót kellett belerakni. Hát a legfőső műtermek helyén ugye kialakultak egy ilyen kis közösségi terek, ugye, ahol akár... Hát van, ahol, ahol szobák is. Vannak. Igen, igen. És ott nagy terasszal, onnan Budapest, hát egészen fantasztikus egyébként. Hát voltam fönn, de... Ez már a ráépítés, ugye, igen, tehát igen. Az épületi, amire is bátorkodtunk ráépíteni, mert ez gyakorlatilag egy lapostetős ház kategóriával sorolnám be különböző szintekkel, mert bizonyos kupolák még a terveken rajta szerepeltek, meg a homlozat úgy van megépítve, hogy mögötte, ahol tornyok vannak, tehát úgy néz ki, mintha az egy régi ház lenne, vagy ilyen magas tetős hagyományos, de ez lapos tető volt. És itt volt az, hogy oda lehetett ez az elnöki lakosztály, ami vágy volt, egy kicsit így hátrahúzva. Ha már a műemlékekről beszélgettünk, akkor kíváncsiak a véleményedre. Utóbbi időben eléggé fölpesdült a vita két műemlék épülettel kapcsolatban, műemlék jellegű épülettel kapcsolatban. Az egyik ugye a Vihma-féle 7. kerületi kocsma, egy étterem, a másik pedig a Márványmennyasszony. Most a legfrissebb hírek szerint a miniszterelnökség védetté nyilvánította. Pontosabban ugye azt mondta, hogy el kell indítani a folyamatot, hogy teljesen védett legyen, de nem lehet már hozzányúlni. Mert itt ugye, ahogy hallani lehetett, de valamilyen épületeket akartak építeni. Mi a véleményed egyáltalán műemlékekről? Hogy kezeljük a műemlékeket? Megfelelő módon van ez? Most kormánytól függetlenül, tehát semmiféle politikát nem akarok ebbe belevinni. Ja nem, egyszerűen az van, hogy ugye nehéz erős határvonalat húzni a védett meg nem védett között. A legtöbb országban egyébként különböző kategóriák vannak, hogy lehet belenyúlni, nálunk is így volt, volt műemléki 1-2, nem tudom mennyi, most általában az van, hogy műemlék, és vannak még a helyi védettségű épületek. És azokra egész más előírások vonatkoznak. A vicc az benne, hogy nem mindig jól vannak besorolva a házak, tehát magunk is két épületet javasoltunk levédeni, ami korábban nem tartozott műemléki kategóriába, az egyik az a 30. utcában a volt angol nagykövetség, ez egy gyönyörű épület, és nem volt védve, a másik a budai vígadó épülete szintén nem volt levédve. Amire volt is közöttök. Igen, és ugyanakkor meg vannak olyan, mikor meg levédenek valamit, ami nem annyira értékes. Mitől függ egyébként? Ki határoz ebben? Hát ez egy ilyen nagyon hosszú történeti sor. Nyilván az angol nagykövetséget azt gondolom azért nem védték le, mert hogy az nem tartozott ebben a magyarok által birtokolt területben. Tehát valami oka azoknak lehetett, de végig lehet nézni, hogy melyiknél mik voltak ezek az okok. De ez mondjuk az épületre vonatkozott. Aztán van olyan, amikor egy műemlék az azért műemlék, mert a benne lévő funkciót védik le helyi védettséggel. Ilyen volt nekünk például a Pest-Erzsébeti strand, ami egy mi áltörök fürdőnek hívjuk, ez 50-es években épült, és úgy néz ki, mint egy török fürdő, és akkor ott is elkezdtük a munkát, kiderült, hogy egyébként ott nem azt védték le így helyi védettséggel magát, fizikailag az épületet, hanem hogy a funkció az maradjon ott, hogy fürdő volt, és a Pest-Erzsébet fejében ez a fürdő fontos, hogy ott maradjon, és ott volt az a fürdő funkció, nem az épület. Szerintem az a két ház, amit említettél, az is ebbe a kategóriába tartozik nekem, hogy ott nem az a fontos, csak hogy milyen az épület, vagy milyen kvalitásai vannak, hanem az funkcióval együtt. Hiszen annak idején, ha jól emlékszem, a Wessely gróf is ott
élt, meg ott esküvőket tartottak, ilyen neves emberek. Ez a történetisége, meg a közelmúlthoz kapcsolódó része. Az első kártyaszalon ott volt, a Wichmannnál például. Igen, tehát, hogy, igen, tehát ezek is nagyon érdekesek. Ugye a másik az, hogy, tehát, hogy ki ellen védjük, a másik ugye az egy befektetői szempont. Tehát ha én befektető vagyok, akkor nyilván mindent elket szeretnék a legjobban kihasználni, és azért oda beépíteni a maximális. Aztán lehet még egy városépítészeti szempont, amiben nagyon eltérőleg gondolkoznak mondjuk a mérnök típusú várostervezők, meg a művészebb típusú várostervezők. Tehát egy művészebb típusú városépítész, az bőven elfogadja, hogy vannak alacsony házak, meg magas házak, és azért szeretjük a várost, mert néha van levegő. Egy mérnök típusú városrendező azt jelenti, hogy minden épület ugyanolyan magas. És a szabályozási terveket azt mérnök típusok csinálják, és mindegyben az van előírva, hogy ha én építek egy új fokhíbe egy házat, akkor ne nagyon térjek el a szomszédtól. Mm-hmm. Pedig a való élet az szerintem olyan, hogy vannak emberben is kisebb, magas, mégse állunk mindig libasorba. Csaba, elképesztően gyorsan röpül az idő veled, nagyon beszélgetni, és azt hiszem, hogy egy percünk maradt még. Meg annyi mindenről szerettem volna még veled beszélgetni, folytassuk egy következő alkalommal, van kedved. De semmiképpen nem tudom kihagyni ebből a beszélgetésből, hogy ha te választhatnál, dönthetnél, hogy mit építenél meg, mi lenne az? Akár felújítás, akár új. Mi van a fejedben? Nekem most leginkább ez a nem megépíteni, tehát most tényleg ezzel vagyok el, hogy van egy olyan öröksége a modern építészetnek, amit nálunk erre rárakódik ez a szocializmus építészete, de mondjuk ezt nézzük Nyugat-Európába, ugyanennek a kornak az épületei, sokszor ezek brutalista épületek, aminek semmi közük a szocializmusok, ez egy korszellem, amikor ilyen utópiákból próbáltak épületeket készíteni, amiket nem szeretnek az emberek. Tehát, hogy jellemzően az van, hogy 9 laikusból, mondjuk Barbican Londonban, 9 laikusból, vagy 10-ből 9 nem szereti, és egy igen. Tehát én most arra próbálnék fókuszálni, hogy hogyan lehet ezeket az épületeket megszerettetni. Tehát, hogy valahogy legszívesebben ilyeneket csinálnék, hogy amit senki se szeret, azt átvarázsolni úgy, hogy szeressék. Mondj egy ilyet. Nem engedlek azért. Mondj egy ilyet. Nagyon sok ilyen ház van. Tehát sok van, amiről így meg kell győzni a... Nem csak egy ház, szerintem a Déli pályadban is ilyen egyébként. Jó, én elfogadom. Jó. Én örülnék annak, hogy a Déli is, tehát lehet benne funkciót cserélni másképpen, de hogy azért az valahol az életünk részévé vált, az a nagyon hosszú vertikális. Így van, Csaba. Nagyon jó volt veled beszélgetni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, folytassuk majd egy következő alkalommal. Remélem, önök is jól érezték magukat. Nagy Csabával beszélgettem, aki Ivul és Prima Primissima díjas építész. Köszönöm a figyelmüket, Csabával együtt. Lakásvásárra legközelebb egy hét múlva jelentkezünk, addig is a viszontlátásra, minden jót! Atenor az egyik legnagyobb ingatlan fejlesztő. Innovatív A+ kategóriás, zöld környezetben lévő épületei vonzzák a bérlőket. A 8. kerületi Arena Business Campus első és a 13. kerületi Váci Greens irodakomplexum utolsó két épülete 2020-ban kerül átadásra. Az Atenor irodaházai a legmodernebbek és legzöldebbek. Műsorunkat a Home Office megoldásokat segítő digitális távmunkacsomag forgalmazója a HRP Europe Kft. Támogatta. Fortinet.hrp.hu